Köszöntelek titeket, drága nézőim! Eljött a Battlefield Bad Company 2 Vietnam Pubai Valley nevezetű pályája. Igen, addig harcoltam, hogy ez is eljött. Igen, és ez egy hardcore szerver, és a csapattársam egy kicsit már utálnak, mert az ezelőtti három kört is én nyertem meg, úgyhogy lehet, hogy elő fog fordulni párszor, hogy nem fogják szívelni az én ténykedésemet. És mint látható, azt se izélték, szerették, hogy elvittem a helikoptert, annak ellenére, hogy elméletileg ez egy Fast Vehicle Response szerver, úgyhogy, de, és legalább 82 helikopter tudnak körözni egyszer a levegőben, egymás után születnek le sorozatba, legalábbis elméletileg. Ó, és itt van a megtalálható, itt a vietnámi haderő, igen, most mi vagyunk az amerikai fél. Én meg próbálok itt tevékenykedni, kisebb-nagyobb sikerrel. Ó, sikerült megsemmisítenünk és elpusztítanunk egy elemét. Ha-ha-ha. Kis csalás. Igen, a Huey 1-est szeretem, mert ez marha jó kis gép. Sokkal jobb irányítani, mint a sima Bad Company 2 alapjátékban az Apache-ot. Az valami eszméletlen undorító, ahogy kitalálták, meg megcsinálták az irányítását. Ezt meg rendesen jó vezetni. Imádom. Komolyan mondom, a legszívesebben helikopterezni szeretek a Vietnámba. Ó, de hát mint látható kilőttek a drága jó masinámból, de semmi gond, mivel mondtam, hogy ez egy Fast Vehicle Response szerver, így me, itt egy zsírúj helikopter, és mint látható, annak ellenére, hogy enemy base-en vagyok, különösebb gond nélkül szereztem egy helikoptert, és hát még bezsákoltam egy kilt is. Már csak ezt a ellenséges hújt kéne megsemmisíteni, ami íme itt látható. Á, de még helybe kéne legyek, jaj, ne, Istenem. Kilőtt egy tank. És ráadásul a saját csapattársam tankja lőtt ki. És még kevesebben is vagyunk a szerveren. Nem lesz egy könnyű harcom, ez a mostani. Mint az előbb említettem, az előző három kört zsinórban nekem sikerült megnyerni, és hogy is mondjam, azok baromi könnyű körök voltak, és hát mondom, hogy akkor próbálkozok egy felvétellel, hát ha netántán összejön a negyedik is. És mit ad Isten, pont a negyediknél kellett a legjobban szenvednem azért, hogy kvázi megnyerjük a küzdelmet, meg netántán még én legyek az, aki még ugye az észjátékos marad, hát igen. Mint látható, hót egyedül itt vagyok a B-nél, és meg kell próbálnom befoglalni a pontot. És hát a vietnámiak azzal vannak elfoglalva, hogy répelik a amerikai bészt. Úgyhogy talán sikerül, de ha egy kicsit szemfülesek, hát igen. Megállt a pittyegés, úgyhogy valahol itt enemi van a közelbe, kérem szépen, hölgyeim és uram, és meg kell próbálnom valahogy átvenni a uralmat. Ajaj, hol lehet a fickó? Hol lehet a fickó? Bújj elő! Bújj elő, te szemétlen ott van! Sikerült! Jaj, imádom ezt az uzi, kurva jó! Sikerült, no zoom-mal. Ja, igen, és én mivel hardcore szerver itt nincsen célkereső, szóval még ez is egy kicsit nehezíti a dolgainkat. És beszürkítettük a base-t. Oh, csak közben itt az erkélyen, itt mellettem törömből a macska, meg kizártam, úgyhogy bocsita, most beengedem. Ah, oké, okay, ez meg volt. Ja, na, gyere Círmi, jó van. Azt mondja, ott vagyunk az A pont környékén, és elkezdett villogni, magyarán a társaink azt, mintha próbálnák megszerezni maguknak, de kis tűzpárbaj hangjai vannak, de sehol senki jó van, úgyhogy úgy nézem, hogy simán meg fogják szerezni az át. Én általában mindig itt dekkolok, mert ez az egyik legjobban védhető része talán. De amúgy ez is cseles, mert itt is vannak ám trükkök, hogy hogy lehet kibabrálni, aki oda bújik be, mert vannak ám lyukok, ha bedobod jó helyre a gránátot, akkor bizony az enemy csak az vesz észre, hogy várja, hogy oda menjél elé, és akkor csak egy felrobban a francba, mert nem vette észre, hogy egy gránátot behajítottak mögé, vagy mellé. Na, kettő pont van a mi kezünkön, és az A az újfent elkezdett villogni, úgyhogy megpróbálkozok azzal, hogy felderítem az itt megtalálható ellenséges haderő gyönyörű szép példányait. Ah, mintha itt lenne valami. Ah, és most nem jött össze. Aj, pedig még kiáltottam is. Kár, hogy nem hajtotta. Na, az ász továbbra is villog. Mit évő legyek? Hova szülessek le? Hova szülessek? A B is elkezdett villogni, a nekem a B a stratégiailag fontosabb pontom. Úristen, és ott egy tank, és gyönyörű szépen előttem mellette. Imádom, mikor itt bénázok. Aj, na jó, mondjuk az RPG az nem a kedvenc fegyvereim egyiket, de azért már volt pászor dolgom RPG-hez. Úristen! Na és, oké, hát most ennél bénább nem is lehettem volna.
Ja igen, meg hogy mivel mindig újra kezdődik a kör, újra állítgatni kell ezeket a túrókat, amiket megint izé nem állítottam még be, talán majd most. Na, végre volt egy találatom. Azt mondja, igen. A tank tudja, hol vagyok. Csodálatos, imádom, mikor tudja. Ó, és ez most valamiért nem sebzett, de jó lenne tudni, hogy miért. Mivel moddol szerver, itt nem egy darab gránát megtalálható nálunk, hanem közel három darab. Úristen, és mivel öltem meg? Valakit megöltem valamivel, RPG-vel, ó, leszettem, jó van. Ó, és ott a helikopterünk is. Még mindig nagy puffogtatások vannak itt a helyszínen. Ó, és rásebeztem az illetőre egy kicsit. De nem túl nagyon, de meghalt, és hajj meg, jó, az is meghalt, áh. Szerencsétlenek mindig a bambusz mögé próbálnak fedezék gyanánt bemászni, úristen, hát most engem a pont a bambusz mentett meg, de amúgy ez nem golyóálló, szóval vagy szerencséd van és megvéd a bambusz, vagy nincs szerencséd és akkor hiába bújsz be oda, te meghalsz. Úristen, itt a tank is, jaj. Na, gyere, mit csinálsz? Ajj, de szépet püffentél, jó van. Én meg megpróbálok bebújni ide valahová, és hát leszedett a helikopter. Új, szomorú. Jaj, már megint kiment ez a hülye macska. A franc vigyel. Na jó, kizállok a faszba, azt majd bejössz, ha végeztem. Na. Azt mondja, itt vagyunk a saját bézünkön, ez meg nem tudom mit bohóckodított azzal a tankkal. Remélem nem azt csinálja, amit gondolok, hogy csinál, de... Csodálatos társaim vannak, így izgalmas lesz a küzdelem. Megint kivégzett a tankkal a saját csapattársam. Hát igen, jó dolog a bajtársiasság. De nem csaszi lennék, hogyha nem próbálnám meg így is átvenni az uralmat a világ mindenség felett. Eltűnt a tank, ez egy jó jel. Gyanítom, azért be van állítva a szerven, hogyha Timkit követsz el, akkor meghalsz, hogy valami, mert azért egy tankot ilyen gyorsan leamortizálni, hát azért ez másképp nem igazán tudom elképzelni a szituációt. Úristen, de már megint itt egy ellenséges helikopter és az én bőrömre pályázik. Ojojojojoj, nőj meg, de megölt. Aha, nem baj, szeretek felállni a nehéz helyzetekből. Az egy darab kontrollpont van a mi kezünkön és kettő az enemy kezén. Ja, tényleg a kör elején elfelejtettem mondani, hogy ez egy hány tikettes szerver. Azt hiszem talán 800-ról indultunk és most jelenleg 510 tiket van nekünk és 616 a vietnámiaknak. Oh, hogy csúnya fedeszeműek foly. Na de. Közeledünk a B-re, és egy ellenséges helikopter próbál az imént főszen, pedig ez egy kicsi kellett volna hozzá. Utálom az RPG-t amúgy, félelmetes egy röppályája van. És ott kukucskált egy csúnya vietnám, csak nem volt elég szemfülesé, meg jobban be voltam épülve a pozódba. Úgyhogy nem látott meg. Én meg próbálnám húzni itt a pontot, úristen ott, hogy aláaknázták a környéket. Hú, hát ott robbantottam egy picit. De nem csípol a csík, úgyhogy azt jelenti, hogy itt még valahol ellenség található. Már csak rá kéne jöjjek, hogy hol található az a bizonyos ellenség. Áj, hát nem ott, ahol én szerettem volna. Franz vinnál titeket, uff. Átok. Ja, na jó, hova szülessek le, hát vagy az ára, vagy a bézre, mit évő legyek, leszületek a bézre. Megnézem magamnak a tankban megtalálható gépfegyvernek a hatékonyságát. Jó, talán sebződik, jó, de hát az a gáz, hogy a Huey az olyan masszív, hogy az... Egy óráig kell lőni, hogy valami hatékonyságot elérjünk veled. Arra jó, hogy egy kicsit zavarjam a pilótát. Ha nagyon máján lennék, akkor esetleg a pilóta fülkéből is ki lehet lőni. De az emlékeznem kéne rá, hogy melyik oldalt ül az a szemétláda. És most totál nem emlékszem. Hajj meg te szemét! Csúnya vagy, úgy utállak, menj innen! Fuj! Ez a tökéletes célpont vagy így most nekem. Addig lőlek, amíg bele nem pusztulsz, úgyhogy ne feledd. Ne gyere ide! Aj, közben szállnak fel a mi csapattársaink is, de hát azért annyira ők se hatékonyak, mint kéne. Pedig vannak olyan emberkék, akik újban rendesen halálfélelmem van, amikor meglátom, hogy följönnek a szerverre, pedig csak a nevüket láttam meg. De amúgy ugyanez van a tankoknál is, mert... Valaki löveggel úgy tudja nyírni ezeket a nyomorúságos helikoptereket, hogy az valami elképesztő.
Ha nem 10 000 éves lenne a játék, akkor azt mondanám, hogy mit tudom én, biztos szerencséje van a gyereknek, vagy annyira kimájakodta az egészet, hogy rájött, hogy hogyan lehet irányítani, vagy nem tudom. De az a gáz, hogy azért ezek a szerverek már rég nem olyan védelmet élveznek, mint akármilyen más játékbeli szervek, magyarán állati sok itt a cheater. Tény és való, hogy vannak olyan emberkék, akik megcsinálják, de hogy azért nem tudom, sorozatosan még 82 kör után is mindig ugyanazokat a neveket látom, hogy lövegeli, piu-piu-piu, rendesen úgy, olyan sztárvázos effektek jönnek néha elő ebbe a játékba, hogy beszarás, na mindegy. Szóval kell hozzá idegrendszer, aki még próbálkozik ilyesmivel, az az, és nem bírom kinyírni ezt a majomládát. Ó, de itt egy tank is, de jó, hogy itt vagy. Aj, menj innen. Menj innen, te szemétláda, utállak. Aj, és elfelejtettem, hogy nincsen célkereszt. Aj, eddig nem lesz egyszerű. Na, most a fát lőttem szét, vagy a tankot? Ó, hát a fát, jó van. Aj, de most kéne, repolyitúra még úgyse öltem ma. Aj, mindjárt csak egy kicsi hiányzik, és nem látja a hülye, hogy itt vagyok, de most látott meg. Aj, pedig 1%, ez aj, nem igaz. Pedig alig volt már életereje a szemétnek. Mindegy, legalább megpróbáltam. De most jön a remans. Mégpedig vissza belehuppanok a tankba, mivel ez itt van még a bézünk közelébe. Nem hiszem, hogy volt annyi ideje, hogy fullra feltöltse a HP-ját. Úgyhogy nincs más dolgom, mint szépen megzavarni az illető úriembert a tevékenykedésbe. Éjjjj, jó, becéloztuk és na, most én öltem meg őt. Jó van, úgyhogy vittek vagyunk. A szomorú hír az, hogy még mindig bézrépelnek minket, magyarán 3 pont van a vietnámi haderő kezén, és már jó idő eltelt. A tikettek állása jelenleg 360 tiket nekünk, és 593 a vietnámiaknak. Úgyhogy gyerekek, most fel kell kötnöm a gatyát, mert el kell kezdenem kontrollpontokat foglalgatni, és vietnámiakat ölni hatékonyan. Hát ennek a módja az lesz, hogy én most megpróbálok itt a tankkal szépen közelebb nyomulni az A ponthoz. Ezt a feladatot jelenleg sikeresen kiviteleztem, majd kivégeztem egy vietnámit. Ez idáig egy büszkeséggel tölt el, és valahol ott osonnak a kedves úri emberek. Rá is sebeztem az illetőre. Mindig ezeknél a házaknál, meg ilyen farakásoknál próbálnak meg tevékenykedni javarészt, és hát ezt nem mindig tudják olyan hatékonyan véghez vinni. Figyelgetnem kell majd az úton megtalálható aknákat, mert hát a vietnámiakra jellegzetes, hogy az előszeretetre tesznek robbanó dolgot az út közepére. Ó, valaki belém nyomott egyet, de nem foglalkozok most az A pont védelmével, mert most a B-re kell koncentrálnom, mint megtalálható ott volt egy vietnámi, ő a második áldozatunk, és látható, hogy ott vannak az aknák előttünk. Úristen, mennyit sikerült felrobbantani, kár, hogy itt nem jár érte pont, már most igencsak kaptam volna. Aztán sikerült nagyjából aknamentesítenem a környéket, és mint látható a bokrok között osont egy csúnya feldeszemű. De amíg a húzókörön kívül van, addig annyira nem zavarja a csepp testemet, mert ó, és ott száll fel egy helikopter. Hát megpróbálom leszedni a löveggel, és sose voltam annyira hatékony, mint szerettem volna lenni, és semmi gond, majd a társaim elintézik. Vagy legalábbis megpróbálkoznak vele. Ó, hát most kicsit rám sebzett, de nem kell félni, azért a hui egyes nem sebez annyit a tankra, hogy ez a számottevő legyen. Mindenesetre 2 kontrollpontot már befoglaltunk, úgyhogy sikerült egy kicsit megfordítani a csata kimenetelét egy bizonyos ideig. Ó, de jó, hogy már megint a saját csapattársam lő, és ott van egy tank, ami ellenséges, és most meg sem is ült. És meg is öltük az ott található úriembert, úgyhogy annyira nagyon nem kell tartanom attól, hogy most komolyabb ellenség lenne itt a közepben. Még jó, hogy ezt kimondtam, mert egy másik oldalból rögtön kaptam egy találatot, és valaki folyamatosan sebzett engem, csak nem tudom ki volt az, és milyen módon, de nem villog a kontrollpont. Úristen, és sikerült kinyírni az illető úriembert még mielőtt a C4-el szétrobbantotta volna a tankomat. Szoktak ilyen elaljaskodni, ugyanúgy megtalálhatók itt a jihad chipek, mint a Bad Company 2-ben, a BF3-ban, illetve a BF4-ben. És most valahogy meghaltam, fogalmam sincs hogyan haltam meg, mert se aknára nem mentem rá, se semmi. Szóval ellenség sem volt a közelben, és kiírta, hogy én most szerencsétlenül meghaltam, úgyhogy... Mint mondtam, vannak érdekességek a játékban, úgyhogy kell hozzá idegrendszer, de
Nem vagyok az a nagyon hepajkodós típus, meg hát le vagyok szedálva alapból. Úristen, már megint itt volt egy vietnámi. Ó, és ott van még egy fickó. Hát arra csak rá sebeztünk, de végül a helikopter volt az, aki végérvényesen elintézte. Úristen, itt meg valami C4-et robbantottak az orcámba. Érdekes dolog ez. Aj, megint egy vietnámi. Aj, ez is meghalt. Imádom az Uzit, ez kurvára ki van találva. Vagy azt hiszem ez Uzi, nem tudom. Uzi M10-et ír. Mit tudom én, mi az Uzinak a rendes megfelelője. Nekem Uzinak tűnik. Úgyhogy maradjunk is ennél. Vietnámban amúgy is az való. Jaj, hölgyeim és uraim, kezdek kicsit fáradni, meg nem tudom mennyi lőszerem van, tekintve, hogy ez egy hardcore szerver, de azért egy pár tárat már kiürítettem magamból. És zúgást hallok, úgyhogy valószínű, hogy itt megint lesz valami action a közelünkbe. Ó, ott egy akna. Azt sürgősen eltávolítom, nem kéne, hogy a társaim belerongyoljanak. Úgyhogy én ezeket mindig nagy kedvel megsemmisítem. Nem sajnálom rá se az időt, se az energiát. És elkezdett villogni egy pont, meg a C is elkezdett most villogni. Hát most megpróbálkozok a C pontnak a befoglalásába segítkezni. Itt azért lesznek konfliktusok, úgy értem. A tankunkat az sikeresen megsemmisítette az ellenséges haderő. Próbálom felmérni magam körül a terepet, bár ez nem olyan egyszerű. És átudtuk ezzel, oly sor bujkál a szemétláda. Hát igen, ez egy teljesen jó camper pont volt. Dicséret illeti az úriembert, már arra totálisan nem számítottam rá. Jó, mondjuk én sem vittem még túlzásba a vietnámos pályákon való részvételt. De most már számon tartom magamnak azt a helyet, és most irány újra a C pont. Ha idáig ők bézrépeltek minket, most már eljött az idő, hogy most mi répázunk őket. Annál is inkább, mert fordítani kéne a meccs kimenetelén. És ennek az egyik leghatékonyabb módja az... eltűnt innen az úriember. Ennek az egyik leghatékonyabb módja az, hogyha szépen befoglaljuk az összes kontrollpontot és rommá alázzuk őket a saját bézükön. Jaj, még 297 tiket van nekünk, és 456, illetve 55 a vietnámiaknak, és most elkezdett villogni a B, úgyhogy már is nyomulhatok vissza. Igen, ez egy ilyen pálya, curikolnunk kell állandóan jobbról, balra, fentről le. Jaj, Istenem, Istenem. Na, de mit tévő legyek? Mit tévő legyek? Általában mindig a bokrok közt érdemes cikázunk, nem ezeken a kiárt ösvényeken. Egyrészt ott már sokkal könnyebben észrevesz az ellenfél, másik részre azért, mert ott nem valami biztonságos. A bokrok közt mindig jobb, mert elvegyünk a tömeg. Úristen, ott van megint egy tank és füstöl, és már megint nem találtam el. Pedig azt hittem, lemertem volna fogadni, hogy eltaláltam. Annyira jó, utálom ezt az RPG-t. Olyan furcsa, nagyon. Azt mondja, na végre eltaláltam, úristen. Látjátok, átlő a deszkán, úgyhogy nem érdemes nagyon fedezékbe bújni ezen a terepen. Mindenesetre megsemmisült az ott található. Jaj, Istenem, hogy ugrál, robbanj már, és sikerült gránáttal szétrobbantani a gyereket. Imádom, hogy sok gránátom van, mert előszeretettel szoktam használni ilyen szőnyegbombázás szerűen. És csak közelebb kéne jönni ide a B-re, csak közelebb kéne jönni. Valahol még itt meglapul az ellenfél, de hol? Ó, ott van egy! Ajjajjajjajjajj! És közeledik, nagy erővel közeledik, úgyhogy továbbra is valahol itt megtalálható az illető úriember. Az a gáz, hogy ilyenkor általában mindig mozgásba kéne lenni, csak néha... bejött az erősítés, úgyhogy talán esetleg... kivégeztük a fickót, jó van? Most érdemes úr bevárni az erősítést, de már megint itt egy tank. Ami nem jó, meg kéne várni. Na, most talán elkapom. És nem, na ezt se talált. Istenem, de jó vagyok. Ó, és megint itt van az illető, és megy az ára, nem foglalkozik a B-vel, mert felmérte maga körül, hogy itt nagyobb ellenállás lenne, mint a B-nél, vagyis a A-nál, úgyhogy szépen átnyomult oda. De én vagyok olyan rest, és elkezdem követni. Valószínű ott az ászló környékén fog majd magának egy kis helyet kérni. Úgyhogy na nézzük, mit fog tudni kezdeni az illető úriemberre. Egy lövés, úristen, szétrobbant a tank. Azt mondja, itt van vajon a fickó? Nem, nincs itt, szétlőtték a többiek. Igen, és visszaszerezzük az áport fölött az irányítást. És kezd nagyjából kiegyenlítődni a küzdelem, úgyhogy ez egy egész jó kis meccs, én azt mondom idáig, de a B-t azt visszafoglalta az ellenség, úgyhogy már is mennünk kell oda vissza, sőt most a C-t is.
Ezt nem tűrhetjük elég sokáig, az a gáz, mert még mi vagyunk, még mindig mi vagyunk hátrányba. Hála a jó Istennek, ezt én túléltem, bár nem volt könnyű. Meg egy golyó kellett volna még szerintem hozzá, hogy megpusztuljak. Megpróbálok megint egy kicsit így oldalból megkerülni a B-t. Aztán reményeim szerint nem lesz senki a hátam mögött, aki lekéselne, vagy ilyesmi. Jajjaj, na, bejöttünk a húzózónába, már is jövünk vissza pontot foglalni, hamarosan be fog szürkülni, addig is ott kukucskál az illető úriember. Sikerült rásebezni, és mivel kaptam egy kill assistot, így gyanítom, el is halálozott az illető fickó. Jaj, hölgyeim és uraim, elnézést, na, de azért valaki csak volt itt mögöttem. Semmi gond, azért még vannak ott a társaim, úgyhogy egyelőre még tartják a frontot, úgyhogy vissza is foglaltuk a B-t, a C az most szürke, úgyhogy oda se tudnak leszületni, úgyhogy csak egymásra tudnak spanolni. Mindig gondolni kell az ilyen lehetőségekre is, mert ilyenkor mindig sokkal nehezebben áll fel az ellenség, mert több idő az, mondjuk aki nem gondolkozik elég kellőképpen, az na, kösz, hogy szétlövöd nekem megint ezt a helikoptert. Ja, fel is robbant, nem baj. Itt a másik, felszállunk, azt megnézzük magunknak a levegőből megint itt a terepet. Annál is inkább, mert Juival a gyalogságot lehet inkább úgy amortizálni. Mondjuk ott a tank is, azt sem állt, hogy kicsit rásebzünk. Mind a két tankjuk ott van a bézen, és nem nagyon mernek kijönni, úgyhogy megpróbálok most tevékenykedni itt a szénél, ha csak nem szednek le addig a tankok, mert mondom, isten ilyen tudnak lövöldözni helikopterre löveggel, nem tudom, hogy csinálják, de hát nekem az nem menne. Meg próbálok itt valahogy gyalogságot vadászni, egyelőre semmilyen sikerrel. Az A se villog még, még van egy kis kraft is a helikopterben, annak ellenére, hogy szürkés fekete füstje van. Hát ez se sikerült. Jaj, dobjatok már nekem ide valakit, akit lelőhetek, mert hát azért na. C is villog, úgyhogy megpróbálok oda visszafordulni. Azt mondja, az a gáz, hogy ilyen, na, és tudtam, hogy ki fog lőni egy nyomorúságos T-54-es. Semmi gond, akkor maradunk gyalogosan a földön. El is a bége elkezdett villogni, úgyhogy stílszerű volt, hogy akkor ide, oda menjek. Gyanítom, az egyik tank jutott el oda. Olyan jó, hogy amúgy így lövik szét itt a házakat, ezek tök jó, felhívják magukra a figyelmet. Ó, és ott a tank, és sikerült belesebezni. Állati sokáig tölti újra ezt a nyomorúságot, nem baj, villog a B. Egyelőre, hála égnek, még nem foglalták be. És csak a tank volt itt, ami húzta volna a dolgokat. Na igen. Jó, van, akkor szépen húzzuk vissza. Ez az, hölgyem és uraim, kérem szépen. Na, ez sikerült megszerezni magunknak megint a pontot. De közben az ellenség is sem volt annyira rest, és az átkezdte el megint abajgatni. Úgyhogy én szépen fogtam ezt a nem mindennapi járművet, és elkezdtem vele menni, mint a vaddisznó. Úristen, hát ez nagyon hatalmas. Még rendesen, majdnem olyan, mint hogyha remegne, mikor irányítjuk. Ó, és itt van egy vietnámi. Ó, azt az eget, hát ezzel végeztünk, jó van. Megint bejövök ide a kedvenc camper zugomba, és várom a lehetőséget, hogy visszafoglaljam a pontot, és talán addig nem szület le ide senki, és nem próbálkozik a likvidálásomon, na és inkább már ketten húzzuk a pontot. Ez nagyon kifizetődő számomra. 245 tickettünk van még, és 293 a vietnámiaknak. Aki még nem játszott esetleg Bad Company 2-vel, az meghalt ez a vietnám is. Az a gránát azért rám sebzett egy picit. Aki még nem játszott volna ilyen Battlefield-es játékokkal, itt általában mindig úgy vannak ezek a tickettek, hogy alapból 800-800 tickettről indult ugyebár. Na, már most. Úgy lehet csökkenteni ezeket a tikettet, hogyha megölünk egy darab ellenséges úriembert, az egy tikett levonásnak számít, magyarán akkor az ellenségnek 799 tikettje lesz. És ezt addig kell folytatnunk, amíg szépen le nem nullázódik, mert hogy az veszít, aki lenullázza magát, és ezeknek a tiketteknek a csökkenését még úgy tudjuk gyorsítani, hogy minél több kontrollpontot megpróbálunk befoglalni, mert azt hiszem egy kontrollpont a mi kezünkön, vagyis hogyha kettő van a mi kezünk, amit három kontrollpont van összesen, tehát valakinek mindig stagnál a tiketje. Értem szóval annak, akinek minél több van. Mármi kontrollpont. Na, magyarán. Minél több pont van nálunk,
mondjuk most nálunk kettő, most az ellenségnél kettő van, így nekik a tiketjük állása nem csökken, csak hogyha megülünk valakit, és leszpanol az illető úriember. Nekünk meg viszont akkor is csökken a tiketjeink száma, hogyha éppenséggel nem ölünk meg senkit, vagy hát nem ölnek meg közülünk senkit, mert a kontrollpontok ellenség kezén vannak, így azok szépen csökkentik lefele nekünk ennek az állását. Ó, azzal sikerült egy újabb úriemberrel végezni, és akkor magyarán így lehet szépen kinullázni az ellenséget, el kell tőle venni az összes kontrollpontot, és meg kell ölni, amilyen gyakran csak tudjuk, és ha a végén nekünk van tikettünk, de nekik nincs, akkor mi nyertünk. Na, ennyi a lényeg. Úristen, de már megint itt hepajkodnak. És eltaláltam a helikoptert végre, egyszer RPG-vel lelőttem egy helikoptert, igaz, ez megint csak a földön volt. Semmi gond, legalább rossz volt annak, aki benne ült. Úristen az égbe, azt még most járok a felén. Na jó, nem, már kicsit túléptünk a felén, de azért kell ezek elfáradni. Ezt mit leőzte nagyon hihenkor, nem tudod, hogy megint engem sebzel? Aj, Isten, imádom ezeket a fickókat. Hála énnek azért csak kétszer lettem le team killelve, úgyhogy már az is egy ilyen javuló tendencia. Hát az kicsit sikerült rásebezni, de ez még messze nem tökéletes. Ja, és amúgy azt hittem, hogy beszállt mellém a fickó, de ez gyors ütemben ki is ugrott. Még olyan jó, hogy pedig azt hittem lesz egy géppuskásom. Állj meg fickó, hogy az, úristen, de közel mentünk egymáshoz, és... Állj meg, te szemét, láda, hallj meg, oh, de neki van géppuskás, ez így nem ér. Állj, ez az. Na, sikerült elérnem helikopterrel egy döntetlent. Magyarán ők is meghaltak, meg én is, annyi különbséggel, hogy szerintem engem csak engem tudtak megölni, én meg ott két emberrel végeztem, hogyha minden igaz. Semmi baj, szeretem a kitartó enemit. 175 tikettünk van és 275 a vietnámiaknak, egyre szorosabb a küzdelem, de még mindig nem annyira szoros, amennyire én szeretném, hogy szoros legyen. Ezek, te ki tudsz engem nyírni a szaros helikopterekből, új, de utállak. Undorító. Undorító, komolyan mondom, kérem szépen. Na de. Nézzük, hogy hogy tudnánk javítani a jelenlegi helyzetünkön. Hát az, hogy rásebeztünk magunkra. Ott megtalálható egy ellenséges T-54-es. Az nem jó. És hát még nem is én végeztem vele. Nem baj, pancsának is kell lenni. Akkor megnézzük magunknak a C-pontot. Bár az A az elkezdett villogni. Úgyhogy valószínű... Na, most megállt a villogás. Jó van, akkor helyes döntés volt, hogy mentem tovább a C-re. És megpróbálunk meglapulni itt a környéken. Először is megnézzük magunknak ezt az ugat. Itt nincs most jelenleg ellenség. De valaki kilőtte azt a drága tankot. Meg engem is. Imádom, ezek úgy el tudnak bújni. Én komolyan mondom, én sose tudok elbújni ennyire. Hogy a faszom, hova tudnak? Beépülnek a pixelbe? Vagy mit csinálnak ezek a fickók? Új, undorító Vietnám. Nem baj, itt vagyunk a B-nél. Haj. Ami ellenséges kézem van, úgyhogy kénytelen vagyok, most megint meg kell próbálnom egymagam befoglalni egy pontot. Mert már kezd mondjuk nálam tradíció lenni, hogy a társaimra nem nagyon fogok számítani, egyrészt azért, mert hát most minek? Jaj, segíts magadon, azt akkor jó lesz. Egyelőre még nem tűnt fel egy vietnáminak se, hogy elfoglalom a pontjukat, úgyhogy ez idáig egy tökéletes háború. Olyan kicsit olyan Gandhi szemléletű, mert hát ez az enyém, jó van, vigyed, kösz. Beszürkítettük a pontot, és már több mint a felénél van. Hoj, már csak az kéne, hogy a társim előzönjék a C-t, és akkor pénzrép legyen, és esetleg úgy tudjuk majd befordítani a mesnek a kimenetelét. A B-t azt befoglaltam, úgyhogy az én részemet megcsináltam itt a dolgoknak. Hát akkor már nem kell a C-re, nincs mese. Ó, és ott megy egy tank. Na, ezzel le kéne számolni, mert ez nagyon az át akarják ilyenkor mindig befoglalni. Annál is inkább azért szereti mindig a vietnámi az át, mert tök egyenesen kell mennie, szóval csak keresztül megy a pályán, és már is ott van, és akkor répázhatnak minket. Ezért imádják ezt a portot abajgatni. Viszont nekünk nem nagyon van ilyen lehetőségünk, tehát ott is kilőttem a fickót. Jaj, de jó volt! Na, akkor megyek szépen vissza a B-re, mert ott nem nagyon vannak társaim, és hogyha azt elkezdi húzni valaki, és beszürkült a C, úgyhogy valami eredményt már kezdtek elérni ott a srácok. Végre, na, szeretem, ha már végre kapcsolnak annyira, hogy jó, a C-be kéne foglalni, az az egyetlen a pont, ami az ő kezükön van, és akkor szopassuk őket halálra.
Na. Azt mondja, megvan a három kontrollpontunk, úgyhogy szépen most kell tartanunk magunkat annyira, hogy átforduljanak a tikettek. Jaj, és már megint egy tankkal kerülök szembe. Imádom, mikor a tank meg a gyalogság összecsap. Hála égnek ez nem gondolkodik, és nincsen izé géppuskása. Hát kinyírtam a tankot, csak hát a tank is kinyírt engem. Ez egy ilyen kellemes kis összeröffenés volt. Á, de semmi gond. Tartjuk a három pontunkat, és nem tudnak mit csinálni egyelőre a vietnámiak. Igen, és már megint engem sebez a saját emberem. Annyira ide óta fogalmam sincs, hogy csinálják. Azért én nem gyilkoltam még ennyiszer izé saját csapattársat, kivéve, hogyha szándékosan akartam valakivel kicseszni, mert egy nyomorult volt. De ez az kellett, hogy engem öljön meg háromszor és szándékosan, szóval onnantól kezdve már akkor az én agyamba is elborul a vér. És húzzák szépen a srácok az át, úgyhogy szépen fogom magam és ez a sikerült belőnöm egy kicsit a bunkerba. Ó, azt az egetet, ez nem sokon múlott. Nagyon akarnak itt engem háborgatni, jó van. Kicsit elterem a figyelmüket, és itt jön a kis taktikám. Látod, ott a lyuk, bedobjuk a gránátot. Ordít a vietnámi, ordít, és meg is halálozott szépen. És húzzuk vissza a pontot. Ez egy egyetemi példa arra, hogy hogyan lőjük ki innen a nyomorultat. És megvédtük az A pontot, és már csak 112 tikettünk van, és 167 tiket a vietnámiaknak. Én meg megpróbálok felszállni. Jaj, de ezek még itt vannak, a kúvanyátokat. Hát úgy néz ki, hogy a missionom az A pont megvédésért még nem ért véget, úgyhogy jönnöm kell ide vissza. Gyerekek, tudjátok mi fog most következni, Chassis visszamegy az ára. Hol vagy te nyomorúság? Egy vietnámival végeztünk. És... van ott is lyuk? Nincsen lyuk? Hát akkor nyomjuk szépen oda a gránátot. Ja, halljál meg fiam, halljál meg, úgy tudom, hogy ott bujkálsz. Ez azt tudtam én, hogy hülye vagy, jó van. Na, azt hiszem sikerült végeznünk kettő darab vietnámi úriemberrel is, és húzzuk vissza újfent az A pontot. Ó, ez meg itt ijeszget engem. Hú, 108 tiket nekünk, és 128 a vietnámiaknak, és szépen kezd billenni át a mérleg nyelve. Ja Istenem, már megint. Megpróbálkozunk a helikopterrel felszállni, de hát most nem én leszek a pilóta. Most nem tudom, hogy ezzel jót tettem, vagy nem jót tettem, billog a B. Megpróbálom felmérni a vietnámi haderőt. Úristen, valaki meg is lőtt engem, ezt nem tudom, hogy csinálta, de nagyon ügyes volt. Ó, itt egy tank. Hú, Istenem, meg fogom tudni semmisíteni vajon ezt a tankot? Nem fogom-e tudni, és rám sebzett, és az a tank megy a B-re. Áj, sikerült egy picit meglőni. Biztos megérezte már villant. Az be van vérezve a szemem, hát így nem lesz könnyű dolgom. Azt mondja, egy úriember. Á, vele sikerült végezni. Aj, gránáttal fogjuk megölni, gránáttal. És uzival, és még itt egy tank, amivel végeznem kéne. Repair tool, ez az fiam, double kill. És nem öltem meg. Nem öltem meg. A francba pedig azt hittem. Nem baj. Azért így is végeztünk egy pár úriemberrel, és majdnem likvidáltunk egy tankot. És itt vagyunk a B ponton, ezt továbbra is tartanunk kéne annak érdekében, hogy... jönnek meg minket. Hú, de nem könnyítik meg a dolgom, hú, de nem könnyítik meg, de szívós a csaszi, úgyhogy vissza fog menni. Megint itt vagyunk, megint nem tudom, hol bujkál az a nyomorúságos ellenség. Á, ez most meg lekéssel a szemétlád, ó, hírolj meg. Na jó, van, nem vagyok ideges, nem. Akkor is visszamegyek, makadjatok meg. Na jó, így legalább van a meccsbe kihívás. A jó hír az, hogy 101 tikettünk van még mindig, míg a vietnámiaknak már csak 62, egyetlen egy kontrollpontjuk van. Mondjuk ez hamar változhat, de itt vagyok a B-nél, és addig fogom őket basztatni, amíg meg nem halnak. Már csak az a kérdés, hogy meddig kell ehhez kiviteleznem a dolgokat. És sikerült egy vietnámival végezni. Azt a helikopterrel rálőttünk, de hát több volt itt, mint egy. Csak azt említem, akkor hogy tud pittyegni az a... na mindegy. Úgy látom az árnál is lesznek kisebb összeröffenések, annál is inkább, mert van ott egy tank. Mit évő legyek, bevédjük az át. Legalábbis megpróbálkozunk az árnak a bevédésével.
Annál is inkább, mert még jelenleg, ha B-t is izé abajgatják a többiek, még mindig a két pontunkat tartjuk. Sikerült a tankot megsemmisíteni. Jó, a szép volt, csaszikám, így tovább. Azaz, megveregetem a saját vállamat. És akkor most kéne menni a B-re. Már csak 30 tiket van hátra, úgyhogy nagy gáz nem lehet. Egyelőre. Ó, és valami critical kill assistot kapta, fogalmam sincs miért. Ó, jujj, mik vannak itt előttem, na kérem szépen, hol vannak azok, hogy fránya vietnámiak? Valahol itt vannak. Hát, ott villant valami. Nem hagyom, hogy befoglalt egy nyomorút, ott fújkál megint, ez az. Hát új fent egy döntetlen, de legalább nem tudta befoglalni. És ott vannak a társaim, úgyhogy azt talán meg fogjuk tudni védeni. Azt hiszem, most le fogok születni a célre, mert azt kezdett el villogni. Íme itt vagyunk a cén. Van itt valaki, kettő tiketje van még a vietnámiaknak, kéne már csak egy tiket, úgyhogy hölgyeim és uraim, kérem szépen, kijelenthetem, hogy megnyertük a Battlefield Bad Company 2 túravezetésünk legújabb pályájának a túravezetését, vagyis a mérkőzését, a Pubaival itt, úgyhogy kérem szépen, örvendezzetek, én örülök. Kurva nehéz meccs volt, úgyhogy nekem ez megnyugtató volt, hogy le tudtam zárni ezt az epizódot is. Jaj, hölgyeim és uraim, és íme itt az eredmény. Remélem tetszett, amit láthatok, találkozunk a következő epizódban, sziasztok!